A Csabagyöngye Kulturális Központban a Cseh Tamás program keretében a The Beavers csapat adott koncertet. Milyen volt a Békés Csabai közönség? Hogy éreztétek magatokat a koncerten? Nagyon bíztam benne, hogy jó lesz, mert már a Facebookon meg Instagramon is kaptam, hogy a Békés Csabai közönség borzasztóan tud bulizni, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy tényleg így lesz. És hát így lett, tehát rögtön, ahogy feljöttünk a színpadra, éreztük azt a szeretetet, azt az energiát, mert bármilyen patetikusan hangzik, és én sem nagyon hittem benne, de amit van a zenekar, tényleg lehet érezni, amikor az emberek valahogy energiája úgy összeadódik, és érzed, hogy egyszer csak így elkap a hív, és azt gondolom, hogy most ilyen volt. Felmentünk, és gyerekek, hát ez tényleg jó buli lesz, és aztán olyan is lett. A műsor összeállításáról mit tudhatunk, milyen dalok csendültek fel, hogyan állítottátok össze a koncert műsorát? Ma veretős szettet hoztuk össze, hiszen végülis egy órát játszunk, hiszen többen is voltunk a ma este folyamán. De ilyenkor sokszor szoktunk improvizálni, tehát hogy ahogy érezzük, hogy a nézők mire reagálnak, hogy egy kicsit most fáradnak, hogy kicsit énekelni akarnak, kicsit táncolni akarnak, szoktunk közben alakítani, mert megvan a gerince, megvan az íve, ahogy az elmúlt egy évben úgy kitapasztaltuk, de ott szoktunk néha improvizálni, hogy ma például az volt, hogy éreztem, hogy egy kicsit most jó lenne énekelni egyet, és azt mondja, hogy jöjjön a Living in Békés Csaba, és hát hál' Istennek bejött, és utána aztán tudtuk folytatni a műsort, de én azt gondolom, hogy kell, hogy egy hullámhozra kerüljünk, és megértsük egymás pillantását, és azért szeretek ugye fesztiválok után kisebb terekben játszani, mert látod a nézőket, látod a szemüket, látod, mikor mosolyognak, mikor fáradnak el egy kicsit, és ez jó érzés számomra is, hogy jó kommunikálunk egymással, hiszen erről szól egy koncert. Szerintem mennyire formál benneteket a közönség, hogy a dalok miután mi következik a dalok sorrendjében? Sok minden formál minket koncert közben, hiszen elég nehéz
hét volt az elmúlt hét, és úgy jöttünk ide, hogy azért háromra itt voltunk, fáradtak voltunk, hosszú volt a hangbeállás, hiszen nagy térben vagyunk, nagy rendszer van, sokkal többet kellett molyolni vele, és aztán felmentünk, és egyszer csak megdobott minket az a sikoly áradat, a taps, hogy ennyien eljöttek, és aztán ez folyamatosan jött velünk, éreztük, hogy hogyan formál minket a közönség, mert azt gondolom, hogy igenis együtt kell velük lélegezni, és bármennyire is kőben van vésve valami, én is azt gondolom, hogy néha kell változtatni a dalok sorrendjén, és kell az energián is változtatni, ezt most egy kicsit visszavenni, és ebben a dalban meg aztán kiereszteni mindent. Hogyha rátérünk egy kicsit egy közelmúltbeli eseményre, amely a zenekarhoz kapcsolódik, az Imagine Dragons nevű zenekar előzenekaraként léphettek majd fel Budapesten. Hogyan érintett ez benneteket, hogy ti láttak az előzenekar? Hát óriási élmény volt, amikor megnéztem a videót, hogy rákerestem, hogy hivatalos lett az, hogy az Imagine Dragons előtt mi játszunk, és kíváncsi voltam, milyen hírek jöttek ki, vagy ezt hogyan találják, és akkor láttam, hogy van egy videó. És akkor nézegettem, hát mondom, ez biztos valami magyar Imagine Dragons rajongói közösségnek a vezetője, aki erről beszél, és akkor láttam, hogy angolul beszél, mert szép angolsággal beszél ráadásul, és aztán kérdezem, hogy ő kicsoda egyébként, mert tudtam, ki ez az Imagine Dragons, ismerem a számait, de hát így nem ismerem név szerint az együttes tagjait, és mondta, hogy ő az Imagine Dragons énekese, és akkor jöttem rá, hogy hát azért nem kis dolog, hogy gyakorlatilag egy világsztár azt mondja, hogy we are playing with the Beavers, hát ez meghatottam, tehát hogy megnéztem legalább 10-szer ezt a videót, és bizony, hát könnyek szöktem a szemén közé, és fantasztikus volt, tehát azt gondolom, hogy és jó, az volt jó érzés benne, hogy nem a magyar menedzsment választott minket, vagy a magyar szervező, hanem maga a zenekar, és azt gondolom, ez egy nagy dolog, és egy nagyon példaértékű dolog, hogy ők megengedhetik maguknak, hogy ne legyen előzenekar, nem csak ide jönnek, lenyomják a koncert, aztán viszontlátásra, de mégis minden országban felkarolnak egy-egy zenekart, és adnak neki lehetőséget, és hát jól esik, hogy ezek most mi vagyunk, és bízom benne, hogy az, amit az elmúlt egy évben megkaptunk, és nagyon jól esik, hogy nemzetközi színvonalú zenét játszunk. Én bízom benne, hogy ez egy jó visszajelzés, és hogy nem véletlenül választottak minket. Come on.
erre a fellépésre hogyan fogtok készülni? Azt hiszem a legfontosabb, hogy sok Imagine Dragons koncertet nézzünk meg, meghallgassuk, hogy ők hogyan játszanak, hogyan élnek a színpadon, milyen a látvány, hogy milyen a hangzása az egész koncertnek, és aztán megpróbáljunk ehhez felnőni, mert nyilván ott valószínűleg egy 150 fős stáb van, aki egy ilyen koncertet összehoz, és hát mindig erről beszélgetünk, hogy egy nagyobb koncertnél milyen lehet az, amikor egy hónapra kibérelnek egy arénát, és minden egyes nap, például Robbie Williams-ről meséltek ezt, most a nyáron felépettük velük, hogy egy hónapra kibéreltek egy hatalmas raktárat, és ott minden nap az egész stáb onnan kezdte a melóját, hogy felépítették a színpadot, felment a technika, felment a zenekar, lenyomta a sót, aztán lebontottak minket, és másnap a koncert helyszínt, és ugyanannak kezdték másnap. És hát arra gondolok, hogy hát nyilván meg vagyunk heten, plusz két személy, aki minket kiszolgál, hogy ezt piciben hogyan tudjuk megcsinálni, de azt gondolom, hogy ez az ambíció kell, és kell ez a motiváció, és ez egy nagyon jó feladat számunkra, hogy fejlődjünk, és hogy ha nem is tudjuk azt a 150 főt megközelíteni, de azt gondolom, hogy azokkal a kis praktikákkal, amiket megtanultunk itthon, azokkal helyettesíteni tudjuk ezeket az embereket, és azzal mert én nagyon büszke vagyok a csapat, hogy egy nagyon szorgalmas csapat, hogy azzal a szorgalommal és munkabírással azzal be tudjuk hozni ezt a hát mínusz 142 főt, aki egy ilyen produkción dolgozik. Ez egy nagy feladat, de azt gondolom, hogy ez csak jobbunkra várjuk.
Szent. Világom? Akkor gyere, toljuk neki! Az életében az idei esztendő nagyon sikeresnek mondható, hiszen imád benneteket a közönség. Hogyan tudnád értékelni a 2015-ös évet pár szóban? Én szerintem olyan volt ez az év, amit még nem is nagyon fogunk fel, vagy nem is nagyon tudunk a helyén kezelni, hiszen csak jöttek a dolgok, meg sodrottunk fel, és hát örültünk neki, hogy ezek így alakultak. De most egy olyan pillanatban vagyunk, én azt gondolom, amikor nagyon meg kell fogni egy eplőt, hiszen már sikeresek vagyunk. Elősenek szeret a közönség, de még sokat kell dolgoznunk azon, amit szeretnénk elérni, hogy a lehető legjobb együttes legyen, amit magunkból ki tudunk hozni. És most nem szabad elkényelmesedni, nem szabad azt érezni, hogy jó van, most már mindig siker van, most már mindig sikít a közönség, szeretik a számainkat, bármilyen akkor rádiók játszani fogják. Nem, most kell megfognunk saját magunkat, és azt mondani, hogy gyerünk még jobban beleásni magunkat a munkába, a zenébe, és megmutatni a közönségnek, hogy ezt nagyon szeretjük csinálni, és nem, hogy belekényelmesedtünk a helyzetbe, hanem még többet szeretnénk mutatni. Következő évre tűztetek-e már ki célokat magatok elé? Sok célunk van jövő évre, nyilván az Imagine Dragons-szal kezdjük, aztán lesz egy akváriumos nagy koncertünk, de számomra, ami nagyon fontos, mert úgy érzem, hogy zeneileg már kialakult a hangzásvilágunk, az, hogy hogyan játszunk koncerten, most ami számomra fontos, hogy a látványban fejlődjünk, hogy egy kicsit hozzátegyünk valami pluszt, hogy igenis ez egy show business, ez egy szórakoztató ipar, és abban minden részletében meg kell felelni a mai kor elvárásainak, és ebben most nagyon benne vagyunk, és sokat figyeljük, megint csak a YouTube videókat, meg hogy ki milyen kis apró ötletekkel dolgozik, és ezt szeretnénk fejleszteni a jövőben.
Köszönöm!